Mindent. Most mindent mondjál előről, mert a hang nem volt bekapcsolva. Na, hogyjál valami. Szerintem így is lesz hang, nem? Reméljük. Hát lehet, hogy nem. Szerintem veszi úgy is. Mert szerintem felveszi. Szerintem nem. Látunk a sülőodára, úgyhogy menjünk arrébb egy kicsit. Az a vicc, hogy ezt is, az előtte is éreztem, hogy akadó, de nem akadó volt. Hanem rányúl. Nekem is, ahogy beesett elő. Akkor nyúl rá, mikor leér. Nagy, ugye hát nagy a fej. Mennyi? Ötös focilabda még. Hetes fejjel nyomom. Mindjárt lecserélem. Gyertek, megmutatom, hogy kell fejet cserélni, hogy mindenki tudja. Itt leveszed a hetes fejet. Fölrakod az ötös fejet. Jobb esetben elő van készítve. Rosszabb esetben arra néz a kamera, és amit csinál. Igen, de van ott egy 3,5-es fej. Mennyire retkes az izé, mert lefröcskölte a hal. Olyan, de nem látszik szerintem a képernyőn. Egyébként egy 3 pontot látok. Na fogja egy halat élőbe. Hát, azért nem fog szerintem lenni, de ki tudja. Hamar lejé. Mint egy helyről jött a két süllő, illetve a kicsik összeállnak. Na még egyet, tett ki a nátszilébe. Na jó, nekem is volt belsőre egy igen? Kapás, ahogy megálltunk. Most oda lett téve. Hát, hogy vissza kell rakni a nagyobbat, de az kellett neki. Csak a nagy fej, az kell neki. Most pedig fogok egy papírzsepit, alig használtat, és letörlöm a objektumot. Nem kéne? Nem, lehet, hogy nem árt. Ugye a Levi mondta, hogy nem szabad húzálni, Zubi mondta, hogy no. Ez a mélyre van. Eddig vizes volt, most már taknyos. Igen. De hogy... Menjél már egy kicsit messzebb, úgy lennél benne nagyon. Igen? Na, még a bot is benne. Most kérdezt az UL-t előre. Mondjál valami kedveset, szépet. Arról gondolkozom, hogy visszarakom a nagy súlyt. Vagy énekelj kuplékat, vagy valami ézé, amit szerettek az emberek. Táncoljál. Nem merek énekelni, mert megint aláírják a videódnak, hogy bunkó állat. Hely, akkor... Akkor lesz aláírva, hogy bunkó, ha nem énekel. Az mekkora, hogy az odaír, hogy neked így ízlésed, mert ezt szereted. Ja, mert bevágtam alá ezért a VHK-tól hajnal. Igen. De miért? Most itt van, hogy akadó van? Vagy jön a haj. Jó van. Figyelj. Húzol egyet. Az enyémet, várjál. Ott hagytam bent. Igen.
szép, hogy itt fogta. Ez elég mélyen volt. Kamerának dolgozzam egy kicsit. Bocsánat. Kiló 10. Kiló 10. Na, megméred? Aha. Tudod bele a vizébe, a szádba. Nem, nem lesz. Meg... Ez egy másfeles akkor. És mennyivel kisebb, mennyivel nehezebb a süllő, igaz? Hát, ja, na gyere. Elengedjük. Nyugodtabb a rúszott terepből, mint kézből. Kézből mindig lefröcsköl. Az mi volt a kapásról mesélj? A fogalmam sincs milyen a kapása. Csak rá. Visszarúgott. Ennyi volt. Visszarúgott az emelésbe. Fuck you. Térdre borulok. Ne vidd le, amikor ide jövök. Ja, bocs. Mindjárt bemutatom a csalit is. Bemuti. Nincs benne ezért, szőrmunk. Kicsit lelunk. De mutasd be ezért. De össze-vissza van a kép, aztán nem is nézem a ezért. Nem én vagyok a jó kameraman. Na, most akkor így benyúlunk neki. Nincs benne, ne nyújj hozzá. Drót előkés. Téma. Én csináltam egy képet szerinted? Nem tudom. Lehet, hogy csináltam. Honnan tudom, hogy csináltam a képet? Szerintem csinált. Na, és mi van, ha meg? Hát, nagyon keserű hal volt ez. De olyan, mint a süllyedni. Egyre több víz van a csónak. Igen. Nem baj. Jó volt. Hogy elnyögted magad. Kamera! Csuka. Csuka. Szép is. Jó volt. Ha ugrik, akkor csóra. Honnan merítő?
Nem kell merítő, 6 tízes, meg hol a merítő? Hagyjak egy meg ötlet. Ne. Nyúlj oda. A bot meg be. Valahova le kellett, ugornom kell. De nagyon jó rakat. Jó, jöttem ma horgászni. Legalább van, aki fölvegye a halakat. Ez nem rossz. Nem, ez van. Hát, na most tippeld meg. Hát... Ne veresd szét, vigy emedd be. Ez a 3 és feles. Jó, most már meglátjuk. Jó, köszönöm. Viszont akkor... Most már nem változtat. Szépen megette. Följebb mennék amúgy. Na. Igen, akkor nem jó. Nem lefelé. Na, meglátjuk. 3,5 medve. Na. Szépen akadt. Az egy jó csali, azt már tudom. 78 centi hosszú. Jó. Teljes hossza. 78-as. És akkor belerakom én a kismerítőbe, jó? 3,1. Várjál. Három kilós. Látod? Látod, amikor mondjuk 3,5-es? Milyen jó, hogy van ez az izé. Na jó, de közel járt. Ja, persze. Na, közel járt. Fényképet csinálsz róla? Csinál. Akkor 3 kilós tyúk a téma. Fú, tele van, gyomra, tele. Hát azt tudnám, hogy ezek a svédek hogy tudják ilyen lassítva visszaengedni. Nekem mindig úgy elmegy. Lelassítják a felvételt. Nem mondod. Komolyan van olyan. Én meg azt hittem, hogy ezek direkt olyan lassú csukák. Nem, van olyan. Ah, megnyomd a gombot. Kapsz egy libacombot. Fikát, azt ne vegyed, hogy csillog az orromba. Ez az igazi action kamera. Test közelben. Ez olyan smű, mint az előző. Yeah. Hát meg kéne tippelnem, 3 kilóra tippelni. Vagy átúszott ide azóta. Nem van a... torkába teljesen. Teljesen. Megmérjük. Legalább a hosszat. És megmutatom a táskát. Például ezek a szendvicseim, amit nem fogyasztottam el. Itt vannak a csavítobozok, napszemüveg, kocsikulcs, orsó, pótorsó. Ebben vannak a zsinórok, a pózsinórok, fluorok, itt vannak ilyen gumik. Ez ilyen zsigfejes, meg cseburaskás kis UL-es. Itt a kajászaskók, amit mindig benne hagyok. Akkor a orsó mérleg, ami sosem működik, se két fejlámpa.
Naptej! Naptej! Ez a fújó, vigyó, azt se használtuk. Várjál, az mi? Nem az mondta, hogy fújó vigyó, hanem az a ízesítő, a gumihal ízesítő. Gumihal ízesítő. A fújóbigyóból kevesen jöttek volna. Fújóbigyó, gumihal. Ez a gumihal ízesítő, a fújó. Gumihal ízesítő. Itt van ennyi csalival. Hát majd a buktasd fel az ízét motort. Hát elég sekér. Csak a kb. Ennyi csalit dobáltam ma ennek a egy részét. Ugye erre jött. Hal. Oda menj, jött a karu. Erre jött hal. Meg. Erre jött hal. És azt hiszem, hogy ennyi. Az a karúhoz kell kitenni az orrát. Nézed a képeket, nem is jön. Nem, nézd, fölveszem, ahogy fikázol. Ja, az jó. Mindig tiszta orral menjünk horgászni. Megérezzük a halakat. Nem érzed a halszagot. Akkor fújt ki az orra. Na, amíg odaérünk. Addig próbál meg megtartani fájós kézzel. Rakd össze az állványra. Dehogy is. Majd utána te mondod. Mi? Ja, az elején, a mai horgászat elején elkezdtük a nádfalat dobálni. Hol kisütött a nap, hol elment. Érdekes módon egy süllő jött le a nádfalról. Igaz? Utána kilátástalanul elindultunk visszafelé. Akkor sikerült egy vaktába csukát, ugye semmi közepéről, majd jött még egy kapás, dobáltunk jobbra-balra. A vége az lett, hogy úgy döntöttük, hogy nem bírjuk tovább a szelet, átmentünk a szélvédett oldalra, akkor jött ugye a következő csuka, és utána jöttek. Nem volt el semmi. Jaj, de benne volt, csak a végén. Figyelni. A végén már, a végén nem volt benne, mert oda figyeltem a kóborkutyára. Aha, persze. Olyan szép kóborkutyára. És utána jöttek Tominak a pillanatai. Amik tényleg csak pillanatok voltak, apró pillanatok. Hát ez egy kemény nap volt. Meg kell mondani. A szél még hagyják, nem? A szél volt a legkeményebb? Nem. Hát ez egy ilyen víz mindig, hogy elég nehéz kicsikarni egy-két kapást, bár akkor általában szebb halak is szoktak létrejönni. Igen. Raglas úgy. Jó, akkor megállunk még az utolsó spot. Még az utolsó helyen, hát a fogunk valami halat. Úgyhogy vettem. Igen, levegyem szerint. Levegyem szerint. Nekem azt újra. Jaj, ne szopassál már. Ez rajta lesz? Be van kapcsolva, Miki? Nincs. Hogy ne lenne? Hát ilyen felelőtlen. Eljött a nap vége. Idősebb vénpál már csak vegetál. Hát ez egy húzós nap volt. Csónak végében. Akár hiszitek, akár nem. Levi nem tudott velünk jönni. Ezért mi használtuk az apparátust. Fotóapparátust. Meglátjuk, milyen lesz. De nagyon szép volt. Szép volt a természet, szép volt a víz. Jó volt a szél. Jó volt a természetem. Igen. Kifejezetten rossz nem volt. Nem annyira. Hát ma nagyon jó viselkedtem. És itt van a lényeg, itt a lényeg, meg lehet lesni a boton, azt a csali. Az mondjuk nem adott egy halat se. Azzal volt a legtöbb dolgunk. Még egy stílus tanulmány az végére. Na tessék, semmibe. Így kell dobni.
Oda. Jó fej. Szemkiverős csali. Oda, semmibe. Ilyenkor szokott jönni a kapás. Azt vagy jön a hal, vagy nem. Ezt kell csinálni. Dobni. Na, nagyon meg vagyok elégedve a mai nappal. Rettentő sok halat fogtuk, nagyokat. Csak nem mind vettük fel videóra. Igen. Csak az apró kicsiket sikerült föl. Fölvenni. Úgyhogy ez egy ilyen nap volt, most megint visszacsúsztunk. Úgyhogy most én hátra megyek a csónak végébe. Tomi meg kitolja az orrát, és akkor... Na most kíváncsi. Mostantól, ha egy év alatt nem csinálunk egy filmet, az nem jelenti azt, hogy többet nem csinálunk. Az is lehet, hogy ezt se fogjátok megnézni. Ez is a fiókba kerül. No. Olyan sok felkérést kaptunk márkáktól, hogy reklámozzuk őket, mert nem bír. No. Monitor előtt. Nem lehet nagy halat fogni. Irány ki a vízpart. Mindenkinek görbüljön. Mert a pergetés lényege. Be a csali. Ki a hal. Csumi. Sziasztok.